Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Zemplén Televízió Mecénás című kulturális magazinját látják. Tartsanak velünk ma este is! A magyar nyelv és az anyanyelvápolás népszerűsítése a legfontosabb célja az anyanyelvi játékok játékos anyanyelv elnevezésű vetélkedőnek. Emellett fontos szerepet tölt be abban, hogy a fiatalokkal játékos feladatokon keresztül ismertesse meg nyelvünk szépségeit, sokszínűségét. A játékosok anyanyelvi vetélkedő jubileumához érkezett, hiszen már 10. alkalommal rendezte meg az Anyanyelvápolók Szövetsége, illetve a Magyar Nyelv Múzeuma. A döntőbe jutott 5 általános és 5 középiskolás csapat, a hagyományok szerint ismét szép halomban gyűlt össze, hogy nemes versengés során eldöntsék, hogy a jog között mely oktatási intézmény csapatai a legjobbak. Az elődöntőket követően Borsodabaúj, Zemplén, Heves, Győr-Moson-Sopron vármegyékből, illetve Kárpátaljáról és Felvidékről érkeztek csapatok szép halomba, hogy összemérjék tudásukat, anyanyelvi ismereteiket az anyanyelvi játékok játékos anyanyelv elnevezésű vetélkedő döntőjében. A játékos anyanyelvi verseny ötletgazdája, szervezője, lebonyolítója Brézai Zoltán, ám munkáját kezdetektől segíti a Magyar Nyelv Múzeuma, amely rendszerint a helyszíne a döntőknek, illetve az Anyanyelvápolók Szövetsége és annak tagjai. Kérdéseknek a lektorálásában Kovács Zsuzsa szokott közreműködni, Kerekes Barnabás pedig a zsűri egyik tagja, akit a zsűri elnökeként volt. Most itt, de nagyon sokan voltak az elmúlt 10 évben is, hogy mennyien versenyeztek, hát ez meghaladja az 1000 főt is, és ez a verseny ugye már néhány éve a Vármegyei Értéktár része is. És az a fantasztikus, hogy továbbra is megyünk előre, és jelentkeznek a nehéz helyzet ellenére. Kárpátaljáról is itt voltak délelőtt az ungváriak, a Dajka Gábor Líceum, Felvidékről is, több vármegyéből is csapatok, és azt láttam, hogy csillogott a gyermekek szeme. És a fiatalok, hogyha lelkesek, hogyha szeretnek játszani, akkor azt öröm nézni, és öröm ilyenkor játékot vezetni is. Az anyanyelvápolásban milyen szerepe van a játéknak? A legfontosabb szerepe van, mert szerintem a játékos könyvekkel, a nyelvi játékokkal lehet még inkább ösztönözni a fiatalokat, akár az igényes nyelvhasználatra, hogy a magyar nyelvet úgy használják, ahogy az iskolában a magyar tanárok ezt tanítják. És úgy látom, hogy erre van affinitás, fokékonyak a fiatalok, és szeretik a játékos feladatokat, és így könnyebben tanulnak, akár ismereteket is el tudnak sajátítani, új kifejezéseket, szólásokat, közmondásokat ismernek meg, és ez lehet a verseny egyik célja. Mennyire lehet küldetés ennek a versenynek az, hogy egy picit elődeink nyelvjárását is megismerjék ezek a fiatalok, hiszen ahogy itt hallgattam a feladatokat, azért vissza-vissza köszöntek a régi szavak, a régi közmondások. Igen, nem nagyon ismerik a közmondásokat a fiatalok. Na persze nem azok, akik itt játszottak, hanem ugye általában. Tehát nagyon sokszor még itt tanárok is kijavítottak, hogy amikor volt egy olyan feladat, hogy mi a hiba ebben, hogy alamuszi, nyuszi nagyot ugrik, hát ugye a nyuszi és az nem nyuszi, hanem macska. És sokan csodálkoztak, hogy hát ez így van ez a közmondás, akkor ez a vaj van a füle mögött, hasonló. Tehát sok mindent tévesen tanulnak, tévesen rögzül, és talán azt lehetne elérni ezzel a versennyel, hogy ne tévesen rögzüljön, hanem legyenek meg azok az ismeretek, amelyeknek segítségével akár ilyen közmondásokat is meg tudnak ismerni, vagy régi szavakat, ahogy fogalmazott. Régen játszottunk mesterségnevekkel is. Tehát, hogy mivel foglalkozott a Kádár, vagy a Pintér, vagy a Tímár. És jó, hogyha ezekre emlékeznek a fiatalok, ha megismerik, hogy voltak ilyen szavaink is. Illetve vannak most is, csak kevésbé használjuk. Mi lesz a jövője ennek a versenynek? Hogyan tovább? Hány évig, hány évtizedig?
A megnyitón azt mondtam, hogy nagyon jó lenne, ha 100 éves verseny is itt lenne majd Széphalmon, és reméljük, hogy ha nem is 100, de mondjuk a 25 azt megérné ez a verseny. És mindig szélesítünk körön, tehát felvidéki kárpátaljai csapatok, akkor Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is játszottak Heves vármegyéből. Úgyhogy reméljük, hogy még szélesedhet a kör. Sokan kérdezik és kérik, hogy mikor lesz majd az, amikor az erdélyi csapatok bekapcsolódnak, a parciumi csapatok és a vetélkedő részt vesznek. Hát nem egyszerű, mert nyilván itt a humán erőforrás meg az infrastruktúra is rendelkezésre kell, hogy álljon ahhoz, hogy ilyen nagy területet lefedjen a verseny. De hát a Kárpát-medencei jellege az már most megvan, hiszen két határon túli területről is, Kárpátaljáról és a felvidékről is érkeztek idén is csapatok. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a versenyző csapatok akár az elődöntőkben, akár itt a döntőkben hogyan teljesítettek, mennyire vannak tisztában anyanyelvünkkel, akár ezt is kérdezhetném. Voltak olyan feladatok, ahol azt mondom, hogy kevésbé, de nagyon jól ment például az a szólánc, amely újítás volt ebben az évben, és az jól sikerült bizonyos csapatoknak, de a tájszavakat is jól ismerték, úgy vettem észre, mind az általános, mind a középiskolás fiatalok. Úgyhogy szerencsére tisztában vannak anyanyelvünk szépségeivel, és ez szerintem egy pozitív hozadéka a versenynek most is, és remélhetőleg a jövőben is az lesz. A versenyző csapatokat neves szakmai zsűri értékelte Széphalomban. Például Szőcsné Antal Irén nyugalmazott pedagógusként ugyanis szívügyének tekinti, hogy játékos formában tanulják a gyerekek a magyar nyelv szabályait, és már két anyanyelvi játékokat tartalmazó könyve is megjelent. A nyelvi játék iránti szeretetem még főiskolás koromból ered, amikor Grécsi tanár úr a főiskolán tartotta Anyanyelvi játékok című könyvének a bemutatóját, és már akkor magával ragadott ennek a gyönyörűsége, a magyar nyelvnek a gyönyörűsége, hogy mi mindent lehet abból alkotni. Tanári pályafutásom során ezeket rendszeresen alkalmaztam. Én is szerveztem Mezőköves környékén ilyen anyanyelvi versenyeket általános iskolásoknak, sőt, több mint 20 éve az Anyanyelvápolók Szövetsége keretén belül én szoktam összeállítani a feladatokat az általános és középiskolás versenyekre, az anyanyelvi versenyekre nyúlik vissza, és én azt vallom, hogy a nyelvtan általában nem a gyerekek kedvence, de játékosan, játékokon keresztül mindent el lehet érni. Sőt, kérték, hogy annak idején házi feladat legyen nyelvi játékból, és azt minden gyerek megoldotta. Tehát lehet a gyerekekhez így is közelíteni, és föl kell tenni az érdeklődésüket az anyanyelv, meg a nyelvtan iránt. Tanárnő értékelte is a mai versenyen az általános és a középiskolás diákokból álló csapatokat. Hogyan teljesítették ezeket a játékos feladatokat a gyerekek, a tanulók? Nagyon ügyesek voltak. Én voltam körzeti versenyen is zsűritag Egerben, de itt kimondottan már olyan csapatok jöttek, akik jól teljesítettek, és örülök, hogy a közmondások, szólások, közmondások területén én nagy előrelépést látok, mert az is nagyon gazdagítja anyanyelvünket, és azok valahogy hátrányt szenvedtek, kevésbé ismerték a gyerekek, de most a versenyfelkészülés során erre gondolom nagy hangsúlyt fektettek, úgyhogy ennek kimondottan örülök, és a játékos, a csacsi-pacsi, vagy a szólánc is ügyesen megoldották, tehát nekem nagyon tetszett. A középiskolások versenyét a Tompa Mihály Református Gimnázium csapata nyerte a felvidéki Rimaszombatról. Már a hatodik alkalommal vesz részt a csapatunk ezen a versenyen. Versenyeztünk már az általános iskolások csoportjában is, és a középiskolások csoportjában sem. Először vagyunk itt, és igazából már az első alkalom után megkedveltük, és ezért térünk vissza minden évben, ha akad rá a lehetőségünk. Tudtuk, hogy nagyjából mire épül a verseny, közmondások, szólások, tájszavak, ismerete, nyelvi játékok, és ilyen típusú feladatokat gyakoroltunk. Miért fontos számotokra az, hogy ilyen módon is ápoljátok az anyanyelvet, hogy bekapcsolódtok ebbe a játékba, vagy esetleg más anyanyelvvel kapcsolatos versenyeken, mozgalmakban részt vesztek-e? Több anyanyelvvel kapcsolatos versenyen is részt vettünk már, és igazából azt vesszük észre, hogy
az ilyen versenyeken való részvétellel még jobban meg tudjuk ismerni a nyelvünket, és így felismerjük jobban a fontosságát az anyanyelvápolásnak. Az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának diákjai pedig az általános iskolai csapatok közül bizonyultak a legjobbnak idén a 10. jubileumi játékos anyanyelvi versenyben. Sátoraljóújhely nem csak a magyar nyelv városa, hanem a Verbunkos zenevárosa is, fogalmazott Dombóvári János hegedű tanár annak a növendékhangversenynek a kapcsán, melyet a 32. Verbunkos hangszeres verseny lezárása gyanánt rendeztek a zempléni településen. A zenei előadások során a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola tanítványai és tanárai adták elő azokat a 19. századi verbunkos irodalomból származó műveket, melyek kötelező darabként szerepeltek az elmúlt 3 évtized alatt országos szintűvé vált zenei versenyen. A növendék hangverseny egyben része volt annak a programsorozatnak, melyet Lavotta János verbunkos zeneszerző születésének 260. évfordulója előtt tisztelegve rendeznek Sátoraljóújhelyen. A Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola növendékei volt most a pódium a Sátoraljóújhelyi Városháza dísztermében, annak a hangversenynek a során, mely utolsó állomása volt a zempléni városban rendezett 32. verbunkos hangszeres versenynek. Ebben az esztendőben kiemelt figyelem fordítódik a 18. században kialakult magyar zenei stílusra, hiszen 260 éve született a verbunkos zene egyik kiemelkedő alakja, Lavotta János, zeneszerző, hegedű virtuóz. Fontos, hogy a legmagasabb igénnyel emlékezzünk Lavotta Jánosra, és mutassuk be a verbunkos zenéjét. De ugyanilyen hangsúly van azon is, hogy a fiatalság megismerje ezt a zenei stílust, és ezt a célt szolgálja az a 3 évtizede zajló hangszeres verseny is, amelynek most értünk a végére 2024-ben, hisz minden évben megrendezzük. Tehát nem csak a zeneművészek számára ad szép feladatot, hanem a névadó intézmény számára is. Ünneplünk, mert 35 évvel ezelőtt kapta az akkori állami zeneiskola Lavotta János nevét a táján nyugvó verbunkos szerző, hegedű virtuóz, színházi karmester és házi tanító nevét, és ezek a rá jellemző tevékenységek az elmúlt évtizedekben bőséges lehetőséget adtak úgy az oktató-nevelő intézménynek, mint a Lavotta János Kamara zenekarnak, a Lavotta kutatónak. Így igazán tartalmasan telt el az elmúlt 3 évtized, és reménykedjünk abban, hogy még van előttünk álló idő, feladat mindenképpen, hogy ezt tovább folytassuk. Amikor azt gondolom, hogy Sátoraljóújhely a verbunkos zene városa, akkor mindezekre gondolok. A Lavotta János Művészeti Iskolára, a Lavotta Alapítványra, amely koordinálja a kiadványok megjelenését, a konferenciák megszervezését, és gondolok a Lavotta János Kamara zenekarnak a Magyar Verbunkos Zene CD sorozatára, amely eddig 11 CD-n keresztül, mintegy 9 órás időtartamban mutatja be a 19. századi verbunkos zenét. A jubileum évre való tekintettel pedig készül a 12. Az országban talán nincs másik olyan település, ahol annyira tiszteletben tartanák
a 18. században kialakult magyar zenei stílust, mint a zempléni településen, hiszen a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola, a Lavotta János Kamarazenekar, illetve a Szépta Művészeti Iskola is elhivatottan ápolja a táján nyugvó hegedű virtuóz, verbunkó zeneszerző, házi tanító Lavotta János életművét. Vannak intézmények, amelyek verbunkos szerzők nevét viselik. Van Rózsavölgyi, Balassagyarmaton, Abonyban Bihari János, Veszprémben Csermák Antal, de ahol ennyire intenzíven ápolnák a névadó emlékét, legalábbis én meghívást nem kaptam még. Noha ezekre a helyekre én 30 esztendeje minden kerek évforduló alkalmával küldöm az intézményvezetők részére a meghívót. Talán ebben az évben megtörik a jég, mert úgy az Abonyi Bihari Iskola, mint a Veszprémi Csermák Zeneiskola jelezték jelentkezésemre, hogy az év második felében, az új tanévben igyekeznek programjukba illeszteni ezeket a megemlékezéseket, amelyekben a közreműködésünket készséggel ajánlottuk fel. A Szépta Művészeti Iskola, mely a tanulmányi versenyek szervezője volt, a verbunkos irodalomból jelölt ki a növendékek számára kötelező darabokat, a fiatalabbaknak rövidebb, egyszerűbb, a nagyobbaknak hosszabb, bonyolultabb műveket kellett előadniuk szakmai zsűri előtt. A növendék hangversenyen pedig ezekből a darabokból hallhatott válogatást a közönség. Hogyha minden kötelezőnek el kellene hangzania, akkor ez 3 növendék hangversenyt is kitenne, viszont ahhoz ragaszkodtunk, hogy azok a növendékek játsszák a kötelezőket, akik részt is vettek ezeken a versenyeken. Úgyhogy a növendékekhez társulnak tanárok, és méltó befejezése lesz majd a hangversenynek a felhangzó Liszt 13. rapszódiája. A verbunkó zenei versenyeknek köszönhetően az elmúlt 3 évtized alatt nagyon sok zenetanár és több ezer növendék került kapcsolatba ezzel a magyar zenei stílussal. Nagyon sok felkészítő tanár és növendék került kapcsolatban ezzel a zenei stílussal, és hogyha a tanárok érzelmileg is jól fogják meg ennek a zenei stílusnak az átadását, elsajátítását, akkor viszont közel vannak ahhoz a magyarság élményhez, amelyben a verbunkos zenei stílus döntő szerepet játszik, hiszen a himnuszunk, a szózatunk is ebben a zenei stílusban fogant, és hogyha valaki már említett Liszt rapszódiáit hallgatja, vagy Johannes Brahms magyar táncait, nem beszélve Erkel Bánkbányáról, akkor nem kérdés, hogy ez a zenei stílus az ő azonosság tudatát mindenképpen erősíti. A verbunkó zenei versenyek sora lezárult, és a tanítási év is hamarosan befejeződik, de az emlékév programjai folytatódnak. Sátoraljaújhelyen és a város határain túl is tartanak hangversenyeket a következő hónapokban, Lavotta János születésének 260. évfordulója jegyében. Budapest adott otthont annak az eseménynek, amelyet a Quercus Egyesület szervezett azzal a céllal, hogy megismertessék Zemplén egyik kicsi, de annál szebb faluját, Helycét. Az 1000 éves faluról egy könyv született, amelyben történetek, emlékek és értékek kaptak helyet.
Ezer éves falu, ezer éves története is mellette meg annyi érdekesség jelenik meg abban a könyvben, amelyet Budapesten mutattak be. Helyce az Ezer Álom faluja címmel megjelent kötet arról a faluról szól, amely talán a 2006-os repülő szerencsétlenség miatt a legismertebb, azonban akik már jártak arra egy-egy kirándulás során tudják, hogy a Zempléni hegység lábánál helyezkedik el a kicsi falu, számos értékkel, a múltat és a jelent egyaránt összefoglalva. Azért fontos ez nekünk, hogy annak a térségnek, ennek az Abaúj-Zemplének, ami az ország egyik legszebb, hanem a legszebb területe, nagyobb hírverést csináljunk. Én nagyon jól tudom, hogy önöknek Újhelyelve nem nagyon kéne, mert állandóan azt kérdezik, hogy mi van a kötél, a két hegy közötti kötélhíddal. Tehát önök folyamatosan mindig törődnek azzal, hogy az emberek oda menjenek és pihenjenek, meg szórakozzanak. De az emblém az nem csak Újhelyből van, és ez a Helyce, ez egy gyönyörű, ráadásul azért is gyönyörű, mert egy ezer éves, és a múltból nagyon sok mindent megtartott. Tehát gondoljon bele, hogy egy 280 fős falu, és tele van olyan régiséggel, 6-7-800 éves épületekkel. Ezért szerettük volna ezt a könyvet megírni. Nagyon sok problémánk volt, hogy a mostani telefonos, számítógépes online időkben ennek van-e értelme. És mi úgy gondoltuk, hogy van, mert finomságokra tudjuk fölhívni a figyelmet, legalábbis remélem, de hát majd önök, hogyha megnézik ezt a könyvet, akkor bízom benne, hogy elmondják, hogy maradnak a telefonnál, vagy az online dolgoknál. És azért is vagyunk itt Budapesten, tehát mehetünk volna önökhöz is, mert önöket nagyon kedveljük, meg hiszen önök a hírmondók abban a régióban, de azért is jöttünk Budapestre, hogy érezzék a budapestiek is, meg a nyugat-magyarországiak is, hogy van gyönyörű hely Zemplénben is, és igazából nem csak Helyce a gyönyörű, hanem rengeteg érték van, úgyhogy már megvan a fejünkben a következő könyvnek, hogy miket fogunk önöknek bemutatni, mert most nagyon sok mindent kihagytunk. Tehát Helyszét és a Helyce környékét mutattuk, egészen röviden elmentünk Újhelyig, mert a másik ilyen nagyon lényeges dolog, hogy nagyon kevés olyan hely van, ahol 5 vár vagy 4 vár van rögtön a falu körül. Tehát gondoljon bele, hogy Helyszén egy kicsit többet sétál, mondjuk egy 20 percet, fél órát, és ott van a Regéci vár. Utána Boldogkővár alja. Akkor Sárospatak, akkor önöknél is van. Úgyhogy gyönyörű, gyönyörű ez a hely. Engem nagyon megfogott, nagyon megfogott. Beér Helycére, akkor például jobbra néz, van egy 600 vagy 700 éves templom, ami egy olyan várfalral van körbevéve, ahol ilyen lőrések is vannak. Szerintem ebben az országban nagyon kevés ilyen van. A másik, amivel vannak terveink, még a polgármester nem tudja, egy pincerendszer van az egész falu alatt, mert ezt még Szent István adományozta az egri érseknek, és az egri érsek meg a kassai érsek közösen működtették, de általában azért, hogy ebben a pincerrendszerben mindig, amikor valamilyen háború volt, akkor az értékeket meg az élelmiszert elrakták. Tehát az egész falu alatt egy pincerrendszer van, és szeretnénk a polgármestertől egy olyan pincét kérni, ahol kiállítást tudnánk berendezni. És akkor most rögtön rátérek egy nagyon lényeges dologra, hogy 30 éve egy alkotótábor működik Helycén, egy nemzetközi alkotótábor működik, ahol mindig jönnek híres művészek, kevésbé amatőrök, és 2 hétig festenek, utána van egy kiállítás, és nem kell fizetniük semmiért, de itt hagyják a képeket, aztán vagy el tudjuk adni őket, vagy nem, többségében nem, de akkor is ez egy nagyon jó dolog. És tavaly volt a 30. évfordulója ennek az alkotótábornak, és rengetegen megkerestek bennünket, hogy miért nem jönnek fiatalok. Tehát egy nemzetközi fiatal alkotótábort, ha lehet, akkor hozzunk létre. És hát remélem, hogy ma eljön a lengyel konzul is, mert már nagyon-nagyon jó
kapcsolatunk van velük, és már közel állunk ahhoz a megállapodáshoz, amit lengyel művésziskolával, cseh iskolával, és még három külföldi ország iskolájával fogunk kötni, hogy fiataloknak is legyen egy ilyen alkotótábor, és hát evés közben jön meg az étvágy. Rögtön mondták, hogy hát, ha már van képzőművész meg szobrász, akkor legyen zene is. És mi nagyon szeretjük a zenét, ezért megpróbáljuk majd, hogy ez a zenei tábor is összejöjjön. De itt a fiatalokat nem úgy kell gondolni, hogy általános iskolások, hanem ilyen középiskolától, tehát ilyen 15 évtől 30 évig gondoltuk, akik egy művészeti iskolába járnak, és akkor eljönnének, lenne először egy híres magyar mentor velük, következő évben egy másik ország, tehát mindig váltanák, és akkor egymás művészi szokásait is lehetne tanulni. Tehát most kicsit lehet, hogy nem voltam összefüggő, de azért, mert az érzéseim mindig csapongnak, amikor helyszínről van szó, és de többek között azért, mert én budapesti vagyok, és Budapesten meg a városokban állandóan ez a feszültség, ez a rohanás, és amikor az ember nem egy helyszínre, akkor mindig szólnak, hogy akkor Józsi, menjünk ki az erdőbe, azt mondja, ki a bájhá, vagy értelmetlen ennek, és teljesen megnyugszik az ember. És amikor látja azt, hogy az elődeink milyen értékeket készítettek, és ez megvan, ezek megvannak. Gondoljon bele, hogy a faluban szerencséjükre nem nagyon van, vagy csak egy-kettő kádárkocka, a többi mind a régi, több száz éves paraszt, tornázos parasztház, amit a polgármesterék meg is oldották, hogy nem engednek az elejéhez nyúlni, tehát az utcai front az mind megmaradt. És olyan hangulatos, hogy nagyon, tehát ez az ifjúsági művész dolog, ez nagyon-nagyon jó dolognak tartom, és én bízom benne, hogy az új helyiek fognak ebbe segíteni, hogy hát azért szakemberek kellenek, meg hát új helyen is vannak fiatalok. Tehát az első lépéseket azt csináljuk közösen. A könyvbemutató lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők Helycét még jobban megismerjék. Zemplén kiemelkedő szépségéről nem csak az egyesület elnöke írt a könyvben, hanem Sátorai Újhelyváros polgármestere és alpolgármestere is, Szamosvölgyi Péter és Dankó Dénes. Kedves nézőink, mára ennyi fért műsorunkba, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!